A második világháború idején, 1941-ben költöztették a székelyeket Bukovinából Bácska különböző falvaiba. Itt egészen 1944-ig maradhattak, majd a partizánok és a szovjetek miatt a 15 ezres népcsoportnak Magyarországra kellett menekülnie. A bukovinai székelyek ezt követően szétszóródtak a Dunántúlon. 1945 májusában pedig Bonyhád központtal Dél-Tolnába, Észak-Baranyába és Bács-Kiskun megye déli részeire telepítették be őket. Bátaszékre is sok székely érkezett és lelt otthonra. A mai napig több százan élnek a településen. Ez annyiból érdekes ez a királlítás, mert ha végignéz az ember a képeken, ugyan kicsit elmosódotta, de sajnos kellene nekem ismernem még azokat, akik ott vannak a székely kórusba, de hát már nekem is kezdenek kikopni. Ami érdekesség, hogy hogyan kerültünk oda. Ugye az öt falu volt Bukovinában, aki akkor osztrák-magyar monarchia volt, de hát 18-as háborúnak a vége, a nagy háború vége, Romániához csatolták ezt a részt, ahol mi voltunk is. 18-tól 41-ig, mert 41-ben jöttünk el onnan, nagy szomorúság volt, mert nem féltek az emberek az utcán is magyarul beszélni. 41-ben sikerült dr. Németh Kálmánnak is összeállítani, összeszervezni ezt az öt falut. Ugye mindenkinek elege volt a ottani létből is haza Magyarországra. És akkor mindenki, akinek volt ládája otthon, ha nem volt, akkor úgy szögeltek a meglévő deszkákból össze, és az értékeket, főleg a kézimunkát, meg valamennyi élelmiszert föltették a lovaskocsira, és ott hagyták a házat, a földet, mindent. Eljöttek Kosnáig, ott volt a történelmi magyar határ. Ott a magyar határőrök átvették őket, ugye leltár szerint darabszámra, nem tudom hogyan, a románok adták át hivatalosan. És fölültek a vonatra, és nem akartak Erdélyben maradni, már féltek ettől a határváltozástól, és egész Szegedig jöttek. Jó apám azt mondta még, hogy ott voltak legalább 3 hétig ott. A szegediek hoztak ki nekik ennivalót, meg időnként főztek is nagy bográcsokba nekik. Ott várták, hogy hova mehetnek tovább. Ugye szanaszét kerültek, mert az én szüleim így központi szervezésbe, Zala megyébe kerültek, és ott élték át a telet. Mikor átjöttek Magyarországra, akkor nem tudták, hogy hova kerüljenek, és akkor derült ki az, hogy Magyarország ugye vissza tudta foglalni Bácskát, Dél-Magyarországot, és ott meg a betelepült Dobrovba játszók, akik jó katonák voltak, azok gyorsan elfoglalták, amikor 20-ba elbuktuk a dolgot, és amikor megtudták, hogy visszafoglaltuk, akkor ők elmenekültek, és ott maradtak üres házak. És a székely emberek látták, hogy milyen jó a föld, és mondták, hogy jó lesz nekünk akkor a Bácska, mert hát csak Magyarország. Igen, nem, de ez csak 3 évig tartott. A bukovinai székelyek soha nem felejtették el azt a néhány évet, amelyet Bácskában töltöttek a 40-es években. Máig őrzik az ott szerzett emlékeiket. Ezekből az emlékekből, képekből nyílt kiállítás Bátaszéken a Hósogyati vált megelőzően. A kiállítás egy Szabadkán tavalyi év folyamán bemutatott időszaki kiállításnak tulajdonképpen a mobil változata, és a tárgyát tekintve az a 3,5 év, amit a bukovinai székelyek a Bácskában töltöttek. A 3,5 évre vonatkozó adatokat elsősorban a Budapesti Néprajzi Múzeumból, illetve hát gyűjtőktől, leszármazottaktól sikerült ugye beszerezni, illetve hát természetesen több éves kutatás előzte meg, hiszen a kiállítás még megelőzte egy kiadványnak a 2016-os megjelenése, ami a Zenélő kút nevet viselte, miként az a hátam mögött is látható, ami annál is izgalmasabb és annál inkább kötődik Bátaszékhez. Jó lehet, a látszólagos kapcsolatot azért nem lehet így felfedezni, hogy a Zenélők út maga az Bács József falván felállított szimbolikus jelentőségű kút volt, ami, mint tudjuk, a Bács József fal végzőme az Bátaszékre menekült a 44-es atrocitásoktól, joggal félve. A
3,5 év apropóján levonható következtetések, tapasztalatok útján próbálja bemutatni azt a sorsot, ami nem csak és nem kizárólag a bukovinai székelyekről szól, és nem is kizárólag nekik szól. Hiszen az a második világháborús tragédia, trauma, az nem kizárólag a bukovinai székelyek számára volt szörnyű és megrázó, hanem azt hiszem, hogy a Kárpát-medence összes népe számára. Ilyen módon a bukovinai székelyek sorsán keresztül igyekszünk bemutatni, és valahol elfogadtatni azt a szemléletet, hogy egy történet bemutatása is lehetőséget teremt arra, hogy komparatív módon több sorsot ismerjünk meg. Azzal, hogy most gyakorlatilag Szabadkáról jön ugye Bátaszékre, azt a célt is szolgálja, hogy bemutassa, hogy láma. Van rá lehetőség, van rá igény, hogy egymásra figyeljünk. Mert ha egymásra figyelünk, ezek túl a jelmondatokon, túl a lózungokon, igazából a tudásunkat gyarapítjuk, és hogyha a tudásunk gyarapodik, úgy abban az esetben a félelmeink is megszűnnek, és akkor lehet igazából túllépni és újra fogalmazni egy csomó dolgot. A Budapesti Néprajzi Múzeumnak az etnológiai adattárában található közel 8000 olyan cédula, de több mint 80 levéltári jelzet, ami a 42-43 során a Bácskában végzett néprajzi kutatásokat mutatja be, illetve ezeken a kutatásokon készült anyag, ami hallatlanul fontos és hallatlanul aprólékos. Ez valószínűleg a kutatás alapján arra következtethetünk, hogy az ipar, pontosabban a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói végezték, ez ilyen terepmunka volt, és fantasztikus és gyönyörű rajzok is többek között, meg hát dallamlejegyzések is láthatók. A néprajzi gyűjtés mellett, a saját történetük mellett az általunk megfogalmazott, illetve általunk megfogalmazni kísérletet tettünk arra, hogy megfogalmazzuk az ő történetüket, azzal az igényel, hogy a saját történetünk is a kánonba bekerüljön. Nagyon fontos azt is kanonizálni, hogy maga a történet, úgy a bácskai történet, úgy a Kárpát-medencei történet, mint azt az imént is mondtam, az nem értelmezhető egymagában, hanem csak természetesen maga a teljes egészében. Mikor csinál?